Szeretettel köszöntöm Önöket, és mindennek előtt arra kérném valamennyinket, hogy telefonjaikat távozáskor kapcsolják majd vissza. Tisztelt Hölgyek és Urak, kedves magyar testvéreim! Aki magyarul néz a világra, Szent István szemével lát. Szent István szemével látni a 21. századot azt jelenti, hogy mi a velünk élő népekkel akarjuk naggyá tenni a Kárpát-medencét. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 2020. június 6-án Sátor Olja új helyen elhangzott szavaival köszöntöm Önöket itt a József Ügyi Galériában, Matör Péter szobrászművész életművét felölelő album bemutatóján. A bemutatásra kerülő könyv borítójáról idézem. Matör Péter szobrászművész 1960-ban született Munkácson. 1996-ban megnyerte a Magyarok Világszövetsége által kiírt milletcentenáriumi szoborpályázatot, és megalkotta a Vereckei hágón látható honfoglaláskori emlékművet. 2014-ben megalapította a Proarte Munkács Művészeti Civil Szervezetet, mely a kárpátaljai magyarság megmaradásáért dolgozik. Több mint 100 köztéri munkája megtalálható Magyarországon, Ukrajnában és a világ számos országában. Eddig az idézet. Örömmel és szeretettel köszöntöm Matör Péter, Munkácsi Mihály díjas, kárpátaljai szobrászművész. Szeretettel köszöntöm az estfényét emelő Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét. Szeretettel köszöntöm kedves barátunkat, dr. Súrján Lászlót, a KDNP tiszteletbeli elnökét. Szeretettel köszöntöm Szalivszky Endre urat, Magyarország nyugalmazott beregszászi főkonzulját, és valamennyi köztünk jelenlévő Kossuth díjas és elismert szobrászművészünket, köztük Mazarasi Istvánt és Riger Tibort, kedves barátainkat. Tisztelettel Szalivszky Endre ország nyugalmazott beregszászi főkonzulját, a Nemzetstratégiai Kutató Intézet elnöki tanácsadója meg velünk gondolatai. Tisztelt elnök urak, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! Péterrel az ismerettségem 2010-től datálódik, amikor Kárpátalján dolgozva volt alkalom vele számos alkalommal találkozni, és olykor belerátni az ő alkotói működésébe, művei elkészítésének folyamatában. Az ő művei, művészi megítélését természetesen erre nem vállalkozhatom, hanem egy olyan területét szeretném kiemelni Péter munkásságának, ami azt hiszem, hogy egyedülálló, nem csak Kárpátalján, nem csak Magyarországon, hanem tulajdonképpen az egész kárpátai művész közösségben. Amellett, hogy Péter önálló alkotó, nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy Kárpátalja egyfajta művészeti, szobrászati központjá is váljon. Sok évvel ezelőtt kezdeményezte a kárpátai alkotótáborokat, és ezekből számos megvalósult Kárpátalján is, Magyarországon is, Erdélyben is. Ezek az alkotótáborokba külföldi művészeket is meghívott, és az itt elkészült alkotások, szobrok, installációk számos kárpátaljai, magyar és ukrán településnek a főtereit díszítik, túljutottak a hágókon, a határ magyar oldalán is vannak belőlük szép számmal. Én azt gondolom, hogy ez a működése Péternek nem csak példaértékű, hanem az egyébként hátrányos helyzetű településeken, amelyek sajnos a határ mindkét oldalán megtalálhatók, oda viszi a kultúrát, oda viszi a művészetet, és az emberek lelkét,
szellemét gyarapítják ezekkel az alkotásokkal, ezekkel a művekkel. Most is új terven dolgozik, újabb határokat készül átlépni, és térségből egészen Kassáig terjed majd az a szoborút, aminek a bábáskodását már elkezdte, és bizakodjunk benne, hogy ez a terve is, mint annyi más, valóra fog válni. Péternek a művei emblematikusak az egész magyarság szempontjából. Nem nehéz őket felsorolni, hogy valamennyiünk számára, akik itt vagyunk, ezek közismertek. És még arra szeretném a jelenlevő figyelmét felhívni, hogy Péter nagyon szereti. A fától, az agyagon át, a zsírkrétáig, a grafitceruzáig nagyon sok műfajban alkot, és tesz bennünket gazdagabbá. Én ezért nagyon hálás vagyok, és azért is, hogy ilyen régóta, ilyen szoros kapcsolatban vagyunk. Péter, Isten éltessen! Köszönjük szépen Szelipszki Endre főkonzulnő szavait. Köszönöm. Isten áldja. Kedves közönség! Matöl Péter életművét bemutató album szerkesztője itt van közöttünk, és mint látják, most is dolgozik, ugyanis az én kérésemben ő fotóz ma. Szeretettel és örömmel köszöntöm a könyv szerkesztőjét, Sárka Katalin. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet kulturális osztályvezetőjét. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk a könyv kiadását támogató kisebbségért, Pro Minoritate alapítványnak, valamint a Méri Ráció kiadónak. Az album címlapján bizonyára önök már látták. A Vereckei honfoglalás emlékműve látszik, a művész legismertebb alkotása, tekinthető meg. Súlyok Miklós fotóművész felvétele, aki a könyvben látható műalkotások fotósa is. Engedjék meg, hogy a kiadvány rövid szerkezetét ismertessem. A kétnyelvű magyar-angol könyv Matöl Péter portréfotójával és mottójával kezdődik, ez így hangzik, térben és időben nyomot hagyni itt létemről. Tisztelettel fölkérem Matula Ágnes, aki Kazinczy díjas, a Nyelvőrző Szalonunk háziasszonya, hogy olvassa föl Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke ajánló gondolatait. Igyekszem, bár hirtelen volt a felkérés, de remélem, hogy nem hozok szégyent a Kazinczy díjra. Tisztelt olvasók! Márai Sándor írta egykor, hogy nem az a csoda, hogy Magyarország olyan, amilyen, az a csoda, hogy van. A csodák mögött pedig olykor egészen egyszerű igazságok rejlenek. Ilyen például, hogy a haza nem földrajzi határok közé szorítható, 4000 kilométerekben meghatározható terület, hanem egy élet és sors közösség, amelyet sok millió magyar ember egymással kötött vérszerződése hozott létre, és tart egyben nemzedékről nemzedékre. A tőzsdőkeres munkácsi Matöl Péter számára legalább annyira magától értetődő dolog ez, mint hogy a mi útjaink mentén feszületek állnak, emlékműveinken keresztül pedig régi idők hősei üzennek nekünk. Ezt éltük át azon a havas, idegős február végi napon is, amikor majd ezren gyűltünk össze, a Munkácsi vár Jóránci bástyáján, hogy felavassuk Matöl Péter Zrínyi Ilonáról és fiáról a gyermek Rákóczi Ferencről készített szobrát. A hűség, a kitartás és a remény szimbólumát, amellyel ő nem csak a magyar történelem legbátrabb asszonyának és a szárnyai alatt szabadságharcossá cseperedő későbbi fejedelemnek, de kárpátalja magyar népének és az egész nemzetnek is emlékjelet állított. Matöl Péter megfogalmazása szerint ugyanis az emlékmű hivatása, hogy áthassa a magyar ember szívét, összetartson és reményt adjon. Nemzeti emlékhelyeinken álló szobrai pedig ennek a művészi hitvallásnak a példái Vereckétől a Sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián át Ópuszta szemű.
alkotásai, amelyek egyszerre simulnak a tájba, valamint kultúránk és államiságunk ezer éves szövetségben, amelyekben legősibb szimbólumaink és motivumaink jelennek meg, épp úgy összekötnek minket egymással, mint a velünk élő történeteink. Ezért is tölt el nagy örömmel, hogy Matyuk Péter életművét most már egy ilyen szép albumban is megtalálhatjuk. Forgassák át szeretettel a könyvet, és ha úgy adódik, keressék is fel az oldalain látható alkotásokat, de mindenek előtt meséljenek sokat a család legifjabb tagjainak arról, amit e szobrok nekünk, magyaroknak üzennek. A művész úrnak pedig azt kívánom, hogy még sok hasonló alkotással örvendeztessenek bennünket. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke.